Most arra egyértelművé vált, hogy nem átmeneti jelleggel, hanem tartósan és tervezhetően szükség van a hallgatók anyagi hozzájárulására a Klubrádió további működéséhez, írja közleményében a rádió. A költségek 40-50%-át fedezné így a rádió. A Klubrádió éves költségvetése 400 millió forint, ez 160-200 millió forintot jelent. A Szabad Sávért alapítványt 2010 elején kifejezetten azért hozták létre, hogy a Klubrádió támogatói számára legyen egy törvényes, átlátható infrastruktúra az adományok nyújtásához. 4 év alatt ebből a forrásból közel 700 millió forint jött össze. Arató András a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát örökbe fogadták Mappara Kovácsot. Sokan, komolyan? Határozottan így van. Úgy érzem, hogy itt az állatkerti jelenetről van szó. Mert én jól érzed, igen. Nézem is közben. Egyik első. Olyan szomorú volt, de olyan szomorú volt. Valószínűleg hideg volt és fázott, és lehet, hogy együtt érzett a ráfértékeny vízilovakkal, akikkel kapcsolatban nyilván ma kevesebb örökbefogadóakat, mint átlag hétköznapokon. És aki ma parát örökbefogadta, haza is viheti kicsit? Nem, ezt egyébként a vízilovat se lehet hazavinni. Tehát jó, ebben de az ő nem víziló. Hát ha haza lehetne vinni, akkor ugye az egy megkülönböztetés lenne a többi örökbefogadhoz képest. Például így van. Na jó, eddig kicsit viccesebb vettem én a formát Para Kovács Imrével kapcsolatban, mert hogy olyan kis szomorúan néz ezen a képen, itten ebben a mi ez a kocsiban, amiben tologatni lehet. De hát maga a téma, maga az ügy, ami miatt elindult ez az akció, azért egyáltalán nem vicces. Tehát még mindig a Klubrádió életben maradásáról van szó. A még mindiget nem tudom ebben a kontextusban értelmezni. Azt gondolom, hogy eltelt 4 év, nagyon sok mindent mérnek 4 éves ciklusokban, a futballvilágbajnokságot, az olimpiát és a magyar választási rendszert is. Nekünk ez egy olyan 4 év volt, aminek a mostani állapotban a végére húzhatunk egy vonalat, amelyik 4 évnek a legjellemzőbb eleme az volt, hogy harcoltunk azért, hogy jogunk legyen rádióműsort sugározni. Ez a harc sikeres volt Budapesten, mert 8 per megnyerése után stabil és közösségi frekvenciával rendelkezünk. Egyébként közben elvesztettünk 12 vidéki frekvenciát. Mindez alatt, az idő alatt több tucat ingyenes frekvenciát kaptak olyan nyilván a hatalom kontrolljára hivatott rádiók, mint a Lánchíd, Mária Katolikus, stb. Tehát erősen eltolódott ez a médiarendszer ebben a vonatkozásban is, de egy bizonyos ponton azért mégiscsak stabilan megvetette jogi értelemben a lábát a Klubrádió. Gazdasági értelemben meg hát igen katasztrofális helyzetbe került. De ez a kettő összefügg, tehát a jogi láb megvetés az nagyon fontos lábmegvetés, lépés volt ahhoz, hogy gazdasági stabilitás terén is történjen valami, hogy de ezek szerint nem történt? Is, dehogy nem. Hát ha valahol itt volt a normális bevételünk normális időben, ez lesüllyedt ide, és most már idáig fölemelkedett. Azt követően, hogy állandó frekvenciával rendelkezünk. Tehát azt, hogy a gazdasági helyzetünk romlásában az elsődleges hatás, az a frekvencia lebegtetése maximum 60 napig biztosítása volt, ez bizonyítja az a pici elmozdulás, amit az elmúlt bő egy évben tapasztaltunk. De ez azt jelenti, hogy most már nem csak a tizede termelődik meg klasszikus árbevételben, hanem most már az ötöde a havi szükségletnek, vagyis hogy körülbelül havi 30 millió forint költségből e pillanatban 7-8 millió forint termelődik meg. Abban az értelemben is szeretnénk egy kicsit tabularázát csinálni, hogy most deklaráljuk azt, hogy ennek a rádiónak a mai magyar társadalomban akkor van esélye fennmaradni, hogyha az ezzel kapcsolatos költségeknek körülbelül a felét állják a hallgatói. Tehát havi 15 millió kellene ahhoz? Én ezt úgy fogalmazom, hogy évi 200 millió, tehát ugye egész évben kell gondolkodni, de hogyha ezt visszaosztjuk, ez körülbelül ugye ez a megegyezik a két szám egymással, ami azért nem egy olyan ördögtől való, vagy a valóságtól elrugaszkodott szám, mert hogyha elosztjuk a rádió hallgatóival, és azt feltételeznék, hogy mindenki hozzájárulna ehhez a dologhoz, akkor ugye az egy éves szinten hallgatónként 1000 forint nagyságrendű költséget jelentene, az ugye havi 100 forint alatt van. Hát nyilván nem fog minden rádió hallgató hozzájárulni, soha semmihez nem járul mindenki hozzá, de mostani, vagy az elmúlt 4 év arányaihoz képest reméljük, hogy ez emelkedni fog.
Mi az, ami nincs meg? Tehát az azért nem teljesen, még ha el is osztjuk a hallgatók számával, és ez a éves 1000 forint költség jön ki, az nem egy horribilis összeg valóban. De mégsem ez a normális, hogy egy hallgató vagy néző civilként adományozzon az általa kedvelt rádiónak, vagy televíziónak, vagy újságnak, mert hogy nem így kellene működnie ennek. Mi az, ami nincs meg? Én működhet azt gondolom, így is. Nem így működik Magyarországon, mert nincsenek ilyen hagyományai. Jelzem egyébként, évtizedeken keresztül televízió és rádió használati díjat kellett fizetni. Ha jól emlékszem, a tévéje 30 forint volt, a rádiói pedig 10 forint havonta. Tehát jelképes volt, csak azért akkor más volt a forintnak az értéke. De a világban nagyon sok olyan ország van, ahol kifejezetten így működnek ezek a, úgy tetszik, civil kezdeményezésű rádiók, hogy a hallgatói, a fannyai tartják el. A magyar médiarendszer nem így néz ki, mert a médiának egy jelentős részét eltartja egyébként a magyar lakosság, mert körülbelül mondjuk fejenként beleértve csecsemőket és 100 éveseket 8000 forintot fizetünk évente a köztelevízió, közmédia fenntartására. Hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy most éppen, ha jól tudom, egy Rákai Filip produkció, egynapos produkció kapott 600 millió forint az éves pénzen felüli támogatást, ami másfélszer annyi, mint amiből a klubrádió működik. De hát úgy gondolom, hogy a mi hallgatóink meg a ATV nézői tisztában vannak azzal, hogy milyen viszonyok vannak ma Magyarországon, és valószínűleg azzal is tisztában vannak, hogy ettől a rendszertől rendszerszerűen érdemi hozzájárulást nem lehet kapni egy olyan rádiónak, más médiumnak se, amelyik betölti azt az alapvető funkciót, hogy ellenőrzi a hatalmat, és megpróbálja a mindenkori kormányzatot a közjó irányába való tevékenykedés felé terelni. Azt nem mindig szokta egy hatalom szeretni, hogyha ellenőrzik, ez igaz. Soha semmelyik hatalom nem szereti, csak vannak olyan társadalmi berendezkedések, amelyek arra alapoznak, hogy az aktuális hatalmat mindig lehet ellenőrizni. Egy hét figyelemfelhívás, aztán meglátjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.